Köszöntöm a drága egybegyűlt nézőket! Eljött a Battlefield 4 Sekunda Show-t utolsó pályája, Istenem! Nem gondoltátok volna, de elérkeztünk idáig? Igen, a sok patch és bukhalmaz után végre eljutottam oda, hogy befejezhetem a Sekunda Show-t, DLC-t! A mai pályánk Operation Metro 2014! És áldassék az F2000! Komolyan mondom, gyerekek, ne tudjátok meg, mi menkennek keresztül, de hát na. Az az én egyik nagy különleges képességem, hogy a türelmem az gyakorlatilag végtelen, úgyhogy meg is tudtam csinálni azt, amit elterveztem, és látható, hogy már is nyúlunk amerikai félen a B pontra, de hát hamar meggátolt minket az elemi abba, hogy oda benyomuljunk, legalábbis engem minden bizonnyal, kedves kollégám még él, de ne, ott a C4, mekkorát robbant, Istenem! És nem vette észre. Vagy lehet észrevette, de hát már késő volt. És mindenesetre elkezdünk tovább nyomulni. Úristen, már megint itt vannak. Én mindig olyan jó helyekre bírok leszületni. Hát mindenesetre egy-kettőből kettőször tudtam ölni. Igen, másik különleges fegyvere a Operation Metro-nak. Ez csak úgy értem, hogy különleges fegyver, hogy erre a pályára lett kitalálva. Az M320 LVG, és mint nyilván kitaláltátok, ez egy Dóru lesz szerver. Úgy van, gyerekek. Mentem olyan pályán is, ahol bizony nem voltak engedélyezve a explozív fegyverek, azaz a robbanó fegyverek. Viszont az én egyik álláspontom az, hogy milyen háború az, ahol nem lehet robbantani. Szóval az ez egy kicsit olyan buddhista szemléletű. Tehát lőni lehet, de robbantani nem. Úgyhogy végülis úgy döntöttem, hogy végül is egy olyan szerveren fogom menni egy túravezetést, ahol nincsenek szabályok, mert hát a háborúban se nagyon vannak. Meg hát el ki lehet találni, hogy ilyen emberjogi, meg ilyen dolgok, de úgyis mindig megszegik, úgyhogy tök fölösleges. Na, és sikerült befoglalnunk a B pontot, bár a drága oroszok nagyon meg akarják továbbra is kaparintani. Hát igen. Mennyiben változott a BF3-hoz képest az Operation Metro? Nos, látjátok itt ezeket a drága szép kettő darab liftit megtalálható. Hát itt mellettem, ahol most épp meghaltam. Velük lehet liftezni, le lehet velük menni alulra, és akkor itt el lehet ezekkel még így mókolni, meg hát még oldalt itt a B-t meg lehet kerülni a másik oldalból is, hogy ne nagyon tudják bekempelni az illető úriemberek mondjuk az orosz illető úriemberek a B-t. Bár 64-es szervereken ezeken jó pár példát láthatunk erre, hogy beállnak bizonyos pontokra, ledobják maguk mellé az ammo boxot, vagy a medic boxot, vagy mit tudom én, valamit ledobnak maguk mellé, és onnantól kezdve megy a gránát, a M320 és a XB25, vagy mit tudom én, mi annak a másik robbanós fegyvernek a neve. Na, hát onnantól kezdve elindul a zápor, és ember legyen a talpán, aki azon át tudja magát életbe vinni. Hát, mint látjátok, én is azért megküzdök ezzel a feladattal, most is egy M320 LVG végzett a habtestemmel, igen. Oh. Na, de miután ezt a traumát túléltem, úgyfent folytatni kéne a küzdelmet. Ja, azt még nem említettem meg, hogy a most látható körünk az egy 800 tikettes, úgyhogy egy darabig itt fogunk ülni. Kettő kontrollpont van a mi kezünkön, 729 van, 728 tikett van a mi javunkon, és 739 a oroszok oldalán, bár az övék most hála a jóistennek elkezdett csökkenni, hisz mi uraljuk a B és a C kontrollpontot. És továbbra is dominál az M320 LVG. És valahonnan az öltözőből ki kéne onnan csávítanom az úriembereket, de hát ez idáig még nem nagyon sikerült. És hát igen, a ticketben is benn vannak egy páran. Elég jó pár pontban, ahonnan lehet lőni. Ott egy hernyó. Milyen szépen kúszott, pont előttem. És még mindig élek, nem hiszem el, de komolyan mondom, még nem haltam meg. Egész jó ez a pont, azt hiszem mások is itt fogok majd kempelni. Ó, és belátok az öltözőbe, de hát nem tudtam megölni őket. De Istenem, milyen érdekes. Még megjegyezném, hogy a tegnapi nap folyamán kijött egy új patch, ami megint a játék hibáit hivatott megoldani, és ez olyan jól sikerült, hogy a drága jó killcam, ami van a játékban, az mindent mutat nekem, mikor lelőnek, csak épp azt nem, aki lelő. Majd egy kirívó példa lesz a videó alatt, azt majd látni is fogjátok, hogy tulajdonképpen kilométerekre lévő úriember végzett velem, holott ott volt velem face to face, na egy úriemberre sikerült végezni. Itt vannak még oldalt mellettem, azt mondja, úristen, oly sörétes, meg mind, ezekkel is sikerült végezni. Hú, de kemény csávó vagyok. Ahol valaki felélesztette ezt a mókot, aztán tárazni kéne, de megölt az úriember, és látjátok?
Mi a túrót mutat? Ez nem az az ember végzett velem, hanem az, aki ott volt előttem. A 100%. Hát ez hülye ez az izé. Kilkom. Úgyhogy a DICE megint nagyon jól megcsinálta. Most persze mondhatják rám, hogy mekkora negatív, meg mit tudom én, mi vagyok, de hát a tények azok tények jelekek, ezzel most nem igazán tudok mit kezdeni. És most meg itt megöltek, és már megint valami érdekes dolgot láttam. Na mindegy, próbálok jobban koncentrálni. Ó, nagyon megy itt a csata a B pontért. Nagyon megy itt a csata, de mindeközben a squad társaim benyomultak az áró, úgyhogy leszületek én is ide. Hát hagyom a B-t a francba, hát kit érdekel. Megvan mind a három kontrollpont, most már mi kezünkön van, és pereg meg a tikettek, és már is megyünk vissza a B pontra, hisz most egy kicsit szorult helyzetbe került az enemy. A B-nél se tudnak mit csinálni, az A is a mi kezünkön van, és most jön a szemvícsöcsém. Ó, micsoda gruppen lesz. Előről, hátulról, jobbról, balról, hát mire odaélek, lehet már mindent le fogják gyilkolni. Hát erősen fogyatkoznak az ott található elemik, azt mondja. És az utolsó életben maradt, és lesz én öltem meg, a franc essen belétek. Minden jó falatot lenyúltak előlem, Na jó, van, elkezdett villogni az A. Most jön a következő egyetemi példa, megyünk vissza az A-ra bevédeni azt, és megpróbáljuk megakadályozni, hogy gyalogosok eljussanak a B-re, vagy illetve a C-re. Ezt hívják más néven szökésnek. Elég szeretettel szoktak szökdösni, pláne ilyen bézrép ideje alkalmával, de hát most kiderül, hogy majd mennyire jól tudják kivitelezni ezt a feladatot. Hát nem jól áll egyelőre a szénám, mert hát közelében nem vagyok sem az első helynek, sem semminek. De nehéz lesz ez a küzdelem, bal lesz még mit melóznom, emberek. Na, azt mondja, ó, és késelgetnek is, de kis aljasok. Azt mondja, be kéne itt nyomulni, azt mondja, kéne nekem valami ellenfél, mert hát ez így nagyon nem lesz jó. Sehol senki, próbálom figyelgetni a minimapot, de még mindig sehol senki, elkezdjük visszahúzni az át. B-nél még egyelőre csönd és hullaszak, és valaki a hátamat lőtt, úristen mennyien vannak itt, nagyon bajban vagyok, mert táraznom is kéne, és sörétessel adtak az orcámnak. Megint felsültem, nem hiszem el, Na jó van. De közben figyelitek a chatet, itt is jó páran elégedettek a játékkal, Bookfield és hasonló néven illetik. Gondolom mondom, néha tényleg az az érzésem van, hogy mikor kiadták a játékot, akkor jobban egyben volt, mint a sokadik patch után. Hány emberrel sikerült végezni? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy sikerül így. 31%-e halt. Az F2000-rel egyetlen egy probléma van. Hogyha nem fejre célzol, hanem mondjuk testre, akkor egy emberbe egy egész tár kell, és hát az Operation Metro arról híres, és hát arról az egyik leghíresebb, hogy nincs nagyon sok időd arra, hogy te tárazzál, szóval esélytelen. Pláne ilyen nagyon belemész a sűrűjébe, akkor aztán véged is van egyből. De egyes élelmesebb úri emberek, találkoztam, felmentem ilyen orosz szerverekre, igen, tudom, orosz. Igen, azok a legnagyobb cheaterek a világon. Oké, aláírom, tényleg. Vannak érdekes anomáliák orosz szervereken. Viszont volt olyan fickó, aki... Hát komolyan mondom, megölt engem, a harmadik fal mögött található résből tüzelt. Tehát kb. Három fal választott el minket egymástól. És akkor szentül meg voltam győződve, hogy az illető úriember cheater. Ehhez képest a 40-valahanyadik helyen végzett. Ugye már arra sem vagyok egészen meggyőződve, hogy ki az, aki cheater, meg ki az, aki nem, mert... Annyira nem lehet eldönteni már, hogy most mi a játék hibája, meg mi az, ami egyértelműen már csalásnak számít. Találkoztam olyan illető úriemberekkel is, akik ilyen 50/1-es KD-kat lőttek. Na most azoknál már tényleg felmerült a gyanú. De utána megint megdőlt ez a tézisem, hisz megnéztem az illető úriember spektátorba, és hát nem csinált más egész idő alatt, mint állt a B-nél egy ammo box mellett, és nyomta az M3 út elvégét egy bizonyos pontra. És hát az elemi az meg rendszeresen belerongyolt, és multi-kill, meg triple-kill, meg kill-kill, meg rampage, meg domination, meg amit el lehet képzelni, azt meg is csinálta a csávó. Onnantól kezdve kipróbáltam én is ezt a módszert, igen, képzeljétek, amit látok így a gyakorlatban, azt néha szoktam alkalmazni, meg így ki is próbálgatom, igen. És arra megállapításra jutottam, hogy így tényleg nem nehéz ilyen jó KD-kat elérni, csak annyi kell, hogy orosz oldalra leszülessünk, hát az oroszok egyből mindig hamarabb 100%-osan, hogyha elindulsz a base-ről és mész a B-re, 100%, hogy az orosz ér oda hamarabb.
és általában, amikor így megindulnak, az emberek nem egyedül teszik ezt, így kb. 95% esélye van annak, hogy a B pontot legelőször az oroszok fogják befoglalni. Igen, hát így bizony így van. A másik kérdés, hogy onnantól kezdve az amerikaiak így liftezgetéssel, robbangatással, meg egyéb ilyen alantos módokon hogyan próbálják visszaszerezni ezt a pontot, de a kör elején mindig az oroszoké lesz a B. Ez egyetemes törvény. Egyedül akkor van kivétel, hogyha az oroszok nem indulnak el sehová se, hanem az szépen tögypörögnek az ár környékén, vagy esetleg a B-zen, mert hát ilyenre is láttam már példát, bizony, ó! Na, és elkezdett villogni a B, közben lövik a seggemet, úgyhogy szépen kicsit visszatápolom magam, és megyek tovább a B-re, de már megint itt vannak az enemik, azt hittem megöltem azt az úriembert, de kiderült, hogy nem. Ja igen, és még a másik dolog, hogy a patchet illetően, hogy a patch óta, amikor lőnek engem, rendszeresen az ellenkező oldalon látom, hogy sebeznek. Mert hát látjátok, hogy a célkereszt körül szokott lenni a félkör, ibbe a piros íze, és az jelzi, hogy honnan kapod a találatot. És mióta kijött ez a patch, rendszeresen mindig 90 fok, vagy hát 180 fok eltéréssel kapom ezeket a jelzéseket, hogy merről kapom a golyót, úgyhogy... Én nem tudom, mi csináltak mostanában. Jó, mondjuk irogattak ott valamit angolul, ilyen fórumokon, ilyen BF4-es izéken, hogy shitnetcode, meg stb. De... meghaltak ember, jó van. És hát egyik nagy szörnyű hibám és hiányosságom, hogy én nem tudok angolul, úgyhogy csak sejtéseim vannak, hogy valamit ezzel a patch-el megint elkúráltak. Nem akarok semmi konkrétot mondani, mert mondom, gyerekek, nem tudom, de majd nyugodtan kommentbe esetleg a ti véleményeket leírhatjátok, mert kíváncsian fogom olvasgatni, hogy mások tapasztaltak-e hasonló dolgokat. Hát érdekesen alakul mostanában a BF4 világa. Hát igen, már nem tudom, hanyadik emberkénél látom egy aladó BF4 és prémium és stb. Úgyhogy hát lehet, hogy lassacskán tényleg úgy kezd a közönség kiábrándulni ebből a játékból. Mondom ezt mindezt annak ellenére, hogy rendszeresen azért erről mutatok be nektek videókat, és próbáljuk így valahogy életbe tartani a közösséget. De sajnos még mindig nincs azon a szinten a játék, amit már réges-régen kéne, hogy legyen. És hát, ha aki nézte az Epsilonnak a mérkőzését, mikor voltak Kölbe ezen a ESL, MSL, mit tudom én, valamilyen lanon voltak. Na, nézzétek el, nekem az ilyen neveket nem szoktam megjegyezni, mert baromi lust ember vagyok, örülök, hogyha valaki másnak a nevét megjegyzem, nem hogy ilyeneket. És már megint itt a C-nél próbálnak súnyogni az illetők, de hát sehol semmi. Na és akkor az a lényeg, hogy a Fanatic ellen nyomta az Epsilon, amikor egyszer csak a harmadik vagy negyedik körben már nem is tudom egészen pontosan, de leállt a szerver egy lanon, ahol ilyen prominens Dice-os személyiségek is tartózkodnak. Na most a... hát most ehhez most mit is fűzhetnék hozzá? Hát gyerekek, hát milyen e-sportot akarnak, vagy ez mekkora marketing szöveg már ez megint, hogy ó, hát kompetitív játék, meg izé, változó játék, de igen, ami olyan annyira változik, hogy egyszerűen játszani nem tudsz rajta, mert szar. Hát most ez így finoman. Jaj, gyereke, nem tudom mivé lesz így a világ, de komolyan mondom. Jó, hogy kicsit elkanyarodtam a játéktól. Ez most csak a saját személyes tapasztalataim. Hát most az Operation Metroval is, amit összeszenvedtem az elmúlt, nem is tudom, egy hét alatt, rengeteg mérkőzést nyomtam ezen a pályán, mindenféle tikettel, Conquest és Conquest Large, és kb. 20-valahány alkalommal, nem tudom, baromi sok alkalommal voltam második, és mindig voltak olyanok, akik ilyen 30 korzal, meg 10 korzal, meg nem tudom, mennyi korzal be tudtak előzni, de úgy, hogy 1000 tikettes szerveren indultam, a kör 3/4-nél, ismétlem a 3/4-nél én voltam az élen, és a srác 15 perccel a vége előtt feljött, és olyan holokausztot rendezett a szerveren, hogy az én 3/4 órai munkám, az tulajdonképpen bugfix volt ahhoz képest. És hát mondjuk ugye az embernek azért ehhez azért kell idegzet, hogy ez ilyen dolgokat is képes legyen elviselni, hogy küzd, de minden hiába való, mert hát feljön a vérpistike és nem tudom mit művel, de komolyan mondom. Az a gáz, hogy már kerestem olyan szerveket is, ahol BB, meg GGC, meg mindenféle azért vannak védel, meg cheaterek ellen, meg mit tudom én, de hát ezek is vajmi keveset élnek, mert hát felmegyünk egy ilyenre és akkor például a Multigaming Hun szerveren nem egyszer előfordul az,
semmi baja nincs annak a szervernek, most nem erre akarok kitérni, hanem oda szoktam néha így feljárogatni, játszani, és kb. 30 másodpercenként van ott egy ban, mert valaki booty hacket használ. Hát, 30 másodpercenként, ez tényleg kulóra sokszor. És komolyan ennyi cheater van ebben a játékban, most nem akarom elhinni. Meg az a furcsa az egészben, hogy jó, megszenvedek a játékkal, tény is, szar a játék, mert tele van hibákkal, meg minden, de hogyha nagyon kitartó meg küzd az ember, hát tud első lenni, nem az, hogy most izé cheat kell hozzá, vagy akár, csak ki kell tapasztalni a pályát, megtalálni az arra való fegyvert, felismerni a megfelelő pillanatot, hogy mikor, mit kell csinálni, figyelgetni kell a minimapot. Jó, hát ez egy kicsit összetett meg minden, meg amúgy azért szerencsé is kell hozzá, legalább egy 40%-ba, ha nem többe, de mit tudom én, hát komolyan mondom, rengeteg cheaterrel találkoztam, de mondjuk az Operation Metro, meg a Operation Locker, ezek tipikusan azok a pályák, amik vonzák a cheatereket, ennek meg az az egyszerű oka... Mi a manó? Hát ezt meg honnan lőtték le? Ja, ott szar. Ennek meg az az egyszerű oka, hogy kicsi a pálya, sok ember van rajta, általában a 64-es szerókon a legaktívabbak a cheaterek, értelemszerűen. Itt lehet a leggyorsabban, legkönnyebben gyűjteni a scores-t, és hát somóan azért járnak ilyenekre, hogy nyomassák a fejlődést. És hát ez volt az a pálya, ami a legjobban kikészített. Komolyan mondom, hát félelmetes. Külön ki kellett unlockolnom, mit tudom én, milyen fegyvereket ahhoz, hogy most rájöjjek, hogy mit kell csinálni. Például az F2000-et is külön ki kellett unlockolnom, meg ott van még a supportok fegyver, azt meg ki se tudtam unlockolni, mert hát mit tudom én, ölni kell defibrillátorral, meg M320 LVG-vel, meg még azt hiszem, izé pisztollyal is ölni kell. És akkor kapod meg azt a fegyvert. Hát bakker, ki fog ezt mind végig szenvedni. Egyszer próbálkoztam egy ilyennel, felmentem valamelyik China Rising-os mapra, ott négy embert defibrillátoroztam, de utána már írogatták is rám, hogy mekkora paraszt vagyok. Hát ez nem jó kedvemben csináltam, csak mert ez kell ez a nyórúságos fegyverhez. Hú, de már nagyon-nagyon elkalandoztatom itt a játék világába, hát látható, hogy hát kicsit beamortizáltuk az úriembereket, és ó, itt lapul egy enemy minden bizonnyal, ó, és sikerült vele végezni, jó, van egy gránátot, bevágok, hát a többen is vannak. Ó, picsába, ne! Ó, kiontom a beleidet, és annál fogva akasztalak fel egy fára. Jó, sikerült visszakésen az úriember. Na, ez az egyetlen egy pozitívum, ami tetszik a játékba. Komolyan mondom, ha ezt nem rakták volna vele, hát de akkor se lenne semmi, de mit tudom én, ez most egy jó dolog volt, mert most vissza tudtam késelni, az esetek 95%-a van úgy, hogy fogalmam sincs, hogy honnan szúrnak le és miként. És még 19-18 tiket van hátra, úgyhogy hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a BF4 Sekundasjaút DLC utolsó mapjának, Operation Metrónak a kisebb-nagyobb túravezetését. Remélem tetszett ez a rövid kis műsor, amivel szolgáltam nektek. Hát a következő DLC-ig nincs újabb teendőm, úgyhogy addig is türelmeteket kérem, majd egyéb videókkal fogok szolgálni nektek, amint időm engedi. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!